Ma reggel is jó reggelt kívánok! Tudják, milyen a hortobágyi hídi vásár? Elsősorban kirakodó vásár, amely immár egy 118 éve kezdődött hagyományt ápol. Helyszíne Európa legnagyobb kiterjedésű érintetlen füves pusztája, amely önmagában is lenyűgöző élmény nyújt. Augusztus 20-a és 22-e között népművészek, kézművesek kínálják portékáikat, például a hímzett szűrt, a subát, a csikós kalapot, a csizmát, az ostort. Bográcsban készülnek a puszta jellegzetes ételei, a vízi színpadon ott lesz például a Hajdú és a Szatmár Kamara tánc együttes, fellép Keresztes Ildikó is. Vajon ki a legény a gáton? Megtudhatjuk most pénteken az Erős Emberek versenyén Abátszalókon, ahol idén is lesz farönknyomás, sörös hordódobás, koffer, cipelés és sok minden más a szabadtéri színpadon és környékén. Szombaton ugyanígy többek között Európa hagyományőrző játékainak bemutatói lesznek: hordólovaglás, malomjáték, karikahajtás, patkódobás, óbiliárd, gólyaláb versenyszámokban. Vasárnap levezetésképpen szabad tűzi sütő főzőverseny, nem kevésbé mozgalmas eseményén vehetnek részt, teljes átéléssel. Aki viszont Szombathely történelmi helyszínét választja úti célul, részt vehet a Szavaria történelmi karneválon, Közép-Európa legnagyobb jelmezes felvonulásán, ahol mindenki aktív részese lehet a színes, bűvös forgatagnak, a karneváli hangulatnak. Lesz csata, zene, színház, játék, tánc, fellépnek bolgár, francia, orosz és persze magyar zenészek. Például a Besodrom, Grillus Vilmos, de ott lesz a Magyar Televízió rock zenekara is a hétvégén Szombathelyen. A programokhoz jó szórakozást kívánok, holnap új ajánlatokkal jövök a viszontlátásra.